Los Angelesben már volt egy kiállítás, az viszont csoportos kiállítás volt. Most lesz életében az első önálló kiállítása itt Budapesten. Ön mit szól ehhez? Los Angelesben az csak egy olyan kiállítás volt, hogy valaki kitalálta, hogy nézzük meg, hogy a filmoperatőrnek milyen állóképei vannak, és olyan érdekes dolog volt, hogy mindenkinek volt egy jó képe. Mert én nekem már hát több volt, mert én mondjuk gyerekkoromtól kezdve én fényképeztem, és de a saját célomra lényegében. Mikor 17 éves voltam, és beteg voltam, vágyba feküdtem, kaptam egy könyvet a nagybátyámtól, ez Szegeden volt, a Dolomics Jenőnek a Művészi Fényképezés című könyvét, abban én nagyon-nagyon sokat tanultam, főleg a világítással vonatkozóan is, és hogy lehet a világítással a hangulatot teremteni, az teljesen Dolomics utánzott. Milyen emlékek, milyen élmények szabadultak fel önben, amikor meglátta ezeket a képeket? Én nagyon sokat fényképeztem, és nem mindenből csináltam képet, amikor elkészült, és a negatívját lajstromoztam dátum szerint, elraktam valahova. Aztán volt olyan, hogy nem találtam őket, mert egyik helyről a másikra költöztünk, és legalább költöztem 8-10-szer. Nem mondom, hú, ez egy nagy munka lesz. És hát nagy munka is lett, mert hogy 2 évig kerestem a képeimet. Szerettem látni a világot, és az mindig volt fényképezőgép nálam, és mindenhol, bárhol voltam, Dél-Amerikában, Afrikában, Ausztráliában, én mindig készítettem magamnak állóképet, nem gondolva soha arra, hogy ebből lesz egy kiállítás. Egy ilyen május elsői fölvonuláson kimentem oda arra a térre, a Hősök terén túl, ahol amikor a Sztalin szobor is állt. És ilyen május elsői dolog volt, mindenki vagy a füvön ült, vagy szendvicseztek, vagy ittak, vagy bolt, vagy pálinkát, vagy üdítő italokat. És látok egy magyar katonát a füvön, alszik. Kisgyerek, kb. 3-4 éves gyerek, meg összeszedte ezeket az üres pohlakat, és körbe lakta a feje mögé a katonának, és meg elkezdtem fényképezni. Abban a pillanatban a fényképezőben elővettem, és oda mentem, ami 5 ilyen titkos rendőr, a tömegből körülvett engemet, hogy mit csinálok. Mondom, mit csinálok? Fényképezem a katonát, aki alszik. Igen, és akkor ezt hova fogja eladni a képet? A Life magazinnak? A Look magazinnak? Vagy kinek csinálja ezt a képet? Mondom, magamnak csinálom, én főiskolás vagyok. Igen, de ne beszéljünk arra, menjünk a rendőrségre. Bevittek a rendőrségre, és majdnem, hogy becsuktak, nem mondtam neki, hogy figyeljenek ide. Hívják fel a főiskolát, talán megtalálnak valakit. Meg fogják mondani, hogy nem hazudok, én egy főiskolás vagyok, én ezt feladatként csinálom, és kérem, engedjenek el. De akkor már kivették a negatívot a kamerámból, és kihúzták, és megsemmisítették a képet. Van egy képem, ami egy ilyen véletlen volt, az Ercsi nevezetű hajó a Dunán. Akkor mentünk föl Visegrád felé, és jött az Ercsi baloldalt. A mi hajónak volt egy hullám, ami errefelé jött, az Ercsinek meg jött a hulláma onnan errefelé, és vártam azt, hogy mi történik, amikor a két hullám összekerül. És vártam azt a pillanatot, amikor a két hullám így összejött, és így kiemelkedett, egy ilyen hullám, mondjuk egy ilyen, nem egy hegy, de mondjuk egy ilyen dom lett belőle, és azt elkattintottam. Egy kép. Több nem volt lehetőség, csak egy. És ez mondjuk egy ilyen kedvenc képem, mert ez egy pillanatfelvétel.
Szóval ez az, ami tulajdonképpen a fényképezés. Van egy másik kedvenc képem, ami a Nagy körúton van. Volt ez az éjjel-nappali büfé a Nemzetinél. Amikor oda mentem, járkáltam éjszaka, és annak volt egy ilyen reklámtáblája, hogy ígyunk barna sört. Ez volt ugye az 50-es években. Egy lövés, kész. Nem kettő, nem három, egyel. Ha nem lövünk meg egyel, az már nem érvényes.